Most pedig fogadják szeretettel Lázár Ervin a Csodapatika című jelenetét a Pécsei Attila Alapfokú Művészeti Iskola színjátszó csoportjának bemutatásában. Szereplők: mesélő Ódi Kata, patikus Timár András, vásárló Baranyi Balázs, 7. A osztályos tanuló, felkészítő tanár Arnicki Mária. Ezután édes pillanatok következnek. Fogadják szeretettel az MM-dance csoki golyók táncát a 3. A osztályosok előadásában. Produkciójukkal első helyezést értek el az iskolai farsangon, a városi farsangon külön díjat kaptak. A tanítónénik Kosztolányi Anikó és Mónusné Vörös Éva ezúton mondanak köszönetet a szülőknek a jelmezek tervezésében és elkészítésében nyújtott segítségükért. Íme rima pénteki rimai péntek vadonatúj patikájában, amint éppen az imény nyitott meg rima péntek fűterén. Mit nem képzel? Hogy mit nem képzelek? Talán nem az van kiírva a maga boltjára, hogy patika? De az! Akkor meg mit ordítozik az pénkére? Hol kérjem, hanem egy patikába? Az is ki van írva, hogy ki a cég tulajdonos. Mit érdekel engem a cég tulajdonos? Nekem aspirin kell és kész. Csak nem képzeli, hogy egy rimapéntek rimai péntek. Volt csak aspirineket, fejvállás elleni porokat, lázcsillapítókat, lábizadásgátokat és kocsikerőzseket árul. Mi a szőzt árul a mást egy patikába? Ember, fia, ez nem a test, ez a lélek patikába. Lelki bajok ellen? Drága barátom, mivel ön az első vevő, bármit vásárol, ingyen kapja, válaszol. Hát, hogy őszinte legyek, nem pontosan értem, hogy mit lehet adni az ön patikájában. Bár reménykedem, de reményében ki sem merem mondani. Mondja csak hát. Ne talán irítség, gőg, nagyképűség, gyávaság, rossz indulat. Kicsinyesség, kapcsiság, nagyra vágyás, álszerénység, alapusziság, lustaság, tornóság, mindenféle gonoszság, átok és eltévedés ellen vannak, írjaink, balzsamjaink, cseppjeink és pasztiláink. Ez nagyszerű! Uram, bocsásson meg, hogy az előbb emeltem hangot, merészeltek megengedni magamnak. De akkor még nem tudtam, hogy ön egy zseni, az emberiség megmentője, és egyben az én megmentő is. Ő házártóksággal is van gyógyszere. Ő tetszik tudni, van egy házártós, íri, lusta és nagyképű feleségem, egy kicsinyes kapsi napom, egy horkos tohonya pénzsóvá ánykikám és egy Károly Bendő bácsikám. Mindenkinek, ami jár, ír, balzsa, pasztilla, egyre megy. Csak használjon. Van egy kis bökkerő. Engem semmi meg nem tántorít abban, hogy megmentsem a feleségem, napamat, ipamat és az ánykikám. Mindenre hajlandó vagyok a gyógyszerekért. Halljam azt a bökkeret. Annyi csak, hogy mindenkinek magának kell kérni a gyógyszert a bajára, különben nem használ. Úgy érti? Úgy. Hát az már. Mégis mi? Hát, hogy például ide jöjjön a feleségem, és gyógyszert kérjen, irítség ő nagyképűség ellen a saját maga számára. Már miért ne történne ez meg? Hát, azt hiszi magáról, hogy ő szerény, szorgalmas, jó indulatú. Éppen rólam állítja, hogy Iri Lusta is veszekedős vagyok. Kérjen csak bármelyik ellen. Egy szempillantás alatt meggyógyul. Csak nem hiszi, hogy igaz. Még hogy én Iri, még hogy én Lusta, még hogy én nagyképű. Nevetséges. De veszekedősnek csak veszekedős. Vele is mindjárt veszekedni kezdett, amint belépett. Én ebben maga veszekedett. Tudja, legjobb lenne, ha bevenne valamit veszekedőség ellen, a híres gyógyszereiből, ír, pasztillát vagy balzsamot. Maga nagyképű fajantó, takarodjon én éppen úgy kívánom, mint a sét! Az első levő sem volt rá, visszavonított. Egy
egy darabig válogatott sértéseket oldigattak egymásnak, aztán a vevő elhúta, nagy délre durra becsapta maga után a patika ajtó. Durra! Lehet, hogy mégis igazadon is be kéne vegyek egy hirtelen harag elleni tablettát. Ugyan? Hirtelen harag ez. Egyszerűen csak igazságosság. Igazságos vagyok, annyi az egész. A bolnek, kár volna kigyógyulni. Nem is vette semmi a tablettát. Leült, várta a vevőket. Jöttek is, de mindmásnak akartak venni a balzsamokból, írókból, tablettákból. Saját magának egyik sem. Minek? Hiszen nekik aztán semmi hibájuk sincs. Lassan, lassan elismerakoztak a bevőnök. Nem akadt senki himapénteken, aki elismerte volna magát, hogy napképű, rossz indulatú, irigy, kétszínű, kicsinyes, kapzsi, nagyra vágyó, álszerény, alamuszi, torkos, tónya, fénysóvá, lelkés. Nem tudom, ha te Rima pénteken laksz, elmentél volna el Rima pénteki Rimai péntek patikájába valamilyen gyógyszerért. Igen? Nem. Mert így bizony fölkopott az áll a szegény csodapatikusnak. Ígei megpenészettek, balzsamjai megpimpósodtak, tablettái szétporlattak, ő maga meg búvában, bánatában elhűdösött, ma sem tudja senki, hol lakik, mit csinál. Hogy csak Bob Berci nem. De ő mélyen hallgat. Thank you.